Jó estét kívánok! A Múzsa magazin július 31. kiadását látják. Mai műsorunkban összeállítást láthatnak a Kodály Művészeti Fesztivál záró hangversenyéről, a Nemzeti Ifjúsági Kórus bemutatkozó koncertjéről. A magyar kézműves remek díjjal kitüntetett Barcsikné Tercsi Ibolya szövő népi iparművész munkáiból rendezett kiállítást a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kecskeméten koncertezett a Budapest Bár nevű formáció, vezetőjükkel Farkas Róberttel Molnár H. Boglárka készített interjút. A hét közepén kezdődik a harmadik alkalommal megrendezett Jazz Főváros Fesztivál. A stúdióba várom Ice és Tamás fesztiváligazgatót a részletesebb információkért. Ez lesz a mai Múzsában, kérem tartsanak velünk! Július 26-án este a Nemzeti Ifjúsági Kórus koncertjével lezárult az idei Kodály Művészeti Fesztivál programsorozata. A Nemzeti Ifjúsági Kórust a Kodály év tiszteletére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával hozta létre Erdei Péter Karnagy és Neves László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének igazgatója. A kórus egy héten át próbált a Granada Hotelben, majd 5 koncertből álló nemzetközi turnéra indultak, amelynek utolsó állomása volt a Kodály Fesztivál zárókoncertje a Kecskeméti Nagy Templomban. A Nemzeti Ifjúsági Kórus tagjait zenei tapasztalattal rendelkező, hazai és határon túli 28 év alatti fiatalokból válogatták. A több mint 120 jelentkezőből a beküldött demonstrációs anyag alapján 63 fiatal énekes kapott meghívást a kórusba. Kecskemétről 3-an kerültek be a Nemzeti Ifjúsági Kórusba, mindhárman férfiak. A koncert anyagát a két karnagy, Erdei Péter és Nemes László Norbert válogatta és vezényelte. Az a tény, hogy létrejött a Nemzeti Ifjúsági Kórus, az hatalmas öröm nagyon sokunk számára, akik évek óta reménykedtünk, hogy egy hasonló formációban sikerül összehozni fiatalokat, akik tudnak azonosulni a közösségi éneklés, a kóruszene értékeivel, és szívesen dolgoznak együtt kortársaikkal egy közös cél érdekében. És nem bánják, ha energiát kell befektetni a közös munkába. A kórus egy hét intenzív munkával, napi 6 órás összpróbákkal és az erre még ráépülő szólampróbákkal készült az 5 állomásból álló nemzetközi koncertturnéra. Minket igazolt minden, ami a második héten történt. Csodálatos közönségünk volt, első nap Keszthelyen énekeltünk, második nap Bécsben, Magyarország Bécsi Nagykövetségén. Galántán adtunk egy koncertet tennap este a Pesti Vigadóban, és ma pedig a Kodály Fesztivál zárókoncertjét adjuk. És az elmúlt napok azok tele voltak mindannyiunk számára élményekkel. Nagy szeretettel fogadták mindenütt a kórust, és értő fülekre talált az a munka, az a repertoár, az a művészi igényesség, amit próbáltunk megvalósítani. Thank you.
A koncertsorozatban két ős bemutatóra is vállalkoztak. Megszólaltatták például Orbán György egyházzenei gyöngyszemét, a Dapácem című kórusművet, és Varga Judit kifejezetten az ő számukra komponált, különleges effektusokkal tűzdelt kórusművét, a The Night című darabot. A műsor második felében Erdei Péter állt a karnagyi dobogóra, aki egy héten át intenzíven dolgozott a kórussal, hogy felkészülten indulhassanak neki a koncertturnénak. Azt hiszem, hogy egy korszakalkotó dologról van szó. Talán még akár megkockáztathatom azt is, hogy egy mese vált valósággá. Hiszen, ahogy elhangzott, elég hosszú pályafutásom során sok kontinens, sok országában volt módom kórusfesztiválokon, tanfolyamokon látni, hogy hány országban működik úgynevezett nemzeti ifjúsági együttes. Zenekar is, énekkar is. Aztán vannak nemzetközi együttesek is, ami megint egy más műfaj. De az, hogy az azonos nyelvet beszélő, nagyjából azonos korosztályú fiatalok milyen őrült energiákat tudnak összpontosítani és adni ahhoz, ha valamit igazán szeretnek és igazán alkotni akarnak. Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb erénye ennek az együttesnek. Amellett persze, hogy olyan minőségű zenét szólaltatnak meg, amelyet egyénileg azok a fiatalok, akik az ország különböző részeiből jönnek, talán életük során eddig még nem szólaltattak meg, mert olyan kórusokban énekeltek, ahol esetleg ezeket nem volt módjuk megtanulni. A hangversenyen elhangzott két Kodály Zoltán által szerzett kórusmű is, az Este és a Molnár Anna című ballada, mindkettő Erdei Péter vezérletével. A koncert zárásaként ismét egy kortárs zeneszerző műve csendült fel a nagy templomban. Vajda János Alleluja című művével búcsúzott el hálás közönségétől a Nemzeti Ifjúsági Kórus. Szerencsére nem véglegesen. Ezek az élmények miatt szomorúság, hogy ez most véget ért, de nagyon reménykedem abban, hogy ennek lesz folytatása, ez nem egy egyszeri alkalom, és ez a csapat, vagy bizonyos tekintetben egy megváltozott összetételű kórus, a mindenkori Nemzeti Ifjúsági Kórus újra együtt dolgozhat. Talán már következő nyáron.
akik eddig hallgatták a Nemzeti Ifjúsági Kórust az előző négy helyszínen, de leginkább azok, akik Budapesten tegnap a Pesti Vigadóban meghallgatták a koncertünket, igen jeles és mondhatnám befolyásos személyiségek, mind úgy nyilatkoztak, hogy megérte. Lehet kezdeményezni a folytatást, és reméljük, hogy lesz is, megtaláljuk az útját, módját. A közelmúltban magyar kézműves remek díjjal kitüntetett Barcsikné Telcsi Ibolya szövő népi iparművész munkáiból rendezett kiállítást a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tárlatot Székelyné Kőrösi Ilona művelődéstörténész fő muzeológus ajánlotta az érdeklődő közönség figyelmébe. A tárlat megnyitóján Tasi László, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke elmondta. A város 650. évfordulóján különösen fontos feladatuknak tartják, hogy a műves kézműves termékekkel ráirányítsák a szélesebb közönség, de mindenek előtt a fiatalabb korosztályok figyelmét. Különösen, hogy a kamara képviselője is ott ült abban a bírálóbizottságban, amely mások mellett Barcsikné Telcsi Ibolyának ítélte a közelmúltban a Magyar Kézműves Remek díjat gyönyörű szőttesei elismeréséül. Barcsikné Telcsi Ibolya 20 éves korában ismerkedett meg a szövés mesterségével a Szóra Katinusz Játékmúzeum és műhely munkatársaként. Itt sajátította el az apróbb-nagyobb alapfogásokat Nagy Maritól és Vidák Istvántól. Kezdetekben csíkos szőnyegekkel kezdte, és úgy véli, annak a technikának az elsajátítása elengedhetetlen volt a későbbi, bonyolultabb eljárások megtanulásához is. Szerintem mindenkinek így kell kezdeni a csíkos szőnyegekkel, már csak azért is, mert a szélét a legnehezebb megtartani, hogy párhuzamosan szőjünk, és a gyakorlás miatt is nagyon jó, és a csík ritmusokból áll az egész szövés. Még ha minta van benne, akkor is bizonyos keretek közé van szorítva, vagy építve, és tehát nagyon jól tudni kell a csík ritmusokat megtervezni, ahhoz, hogy utána szépen ilyen szépeket tudjunk szőni. Hoztál székely festékeseket, hoztál bukovinai anyagot, sokác anyagot. Az mikor derült ki, hogy téged éppen ezeknek a tájegységeknek, vagy éppen ezeknek a népcsoportoknak a hagyománya vagy kultúrája érdekel, kitüntetette? Nagy szerencsém van azzal, hogy beléptem a Népművészeti Egyesületbe. Akkor találkozik az ember sok szakemberrel, és így lehetőségem volt is utat nyitott Borbé Joli néni Erdély felé, és természetesen, aki már egyszer Erdélybe járt, az úgy is hal meg, hogy mindig vágyik oda. A tárlatot megnyitó, etnográfusi végzettséggel is rendelkező művelődéstörténészt, Széke Ilona főmuzeológust arról kérdeztem, hogy ezek a gyönyörű szőnyegek és kötények mennyire szerves részei ma is az élő kultúrának, vagy mennyire csak a dekoratív funkciójuk maradt meg az évek során. Néhány évvel ezelőtt, amikor például a múzeumban erdélyi gyűjtőútra mentünk, akkor ez olyannyira szerves része volt az ottani kultúrának, hogy az általános iskoláskorú kislányoknak kötelező volt leülni a szövőszékhez. Nem volt olyan ház, ahol nem volt szövőszék, és a 8-10-12 éves kislányok tudtak szőni, de nem akárhol, tehát amit, mert mi rácsodálkoztunk, hogy honnan tudja azt a sok bonyolult munkafolyamatot, és úgy csinálja, mintha nagyon könnyedén tudná, de persze, mert megtanulta, belenevelődött, ez volt a spontán belenevelődés. Ez természetes része volt a hagyományos társadalomban, a gyermekek nevelésének, és ugye megvoltak a hagyományos szerepek, a kisfiú és a kislány szerepek, és a kislánynak az volt a szerepe, hogy szőri, fonni természetesen megtanuljon, és olyan 10-12 éves korban, és ezt nem egy helyről tudjuk, hanem nagyon sok helyen jártunk, elkezdik összeállítani a saját hozományukat, amihez mások is hozzásegítenek természetesen, de talán ennek volt egy oktatás, nevelés jellege, hogy érezze, hogy mi az a munka, érezze, hogy mi az az értékteremtés, a hagyomány, hogy közben megtanulja a régmúltnak a néprajzát, a történelmét, mert hiszen a szövés
és az nem egyszerűen kézműmunka, mint ahogy a hímzés is tudjuk, hatalmas kultusza volt mondjuk a Trianon utáni időszakban. Nem csak arról szólt, hogy kézügyességet fejlesz, nem csak arról szólt, hogy kitöltse az időt, vagy hogy csináljon egy kis párnát vagy dísztárgyat. Arról szólt, hogy megismerje annak a vidéknek a kultúrtörténetét. Attól kezdve, hogy ott hogyan éltek, milyen volt a helyi társadalom, mit termesztettek, milyen jószágok voltak, hiszen ez a hagyományos régi rendszerben, a hagyományos paraszti társadalomban meghatározta azt, hogy mi volt az alapanyag, mi volt a nyersanyag, hogy birka volt, kecske volt, hogy kender volt, len volt, és akkor ebből állították elő azt az anyagot, amiből szőttek, vontak, volt takácsszőttes, ugye kenderből lendő is, és hát természetesen a birkának a gyapjúját felhasználták. Ezeket ma már ugye skanzenben mutogatják, akkor még 20-30 évvel ezelőtt is mondjuk Erdélyben szerves része volt. Szerintem a szőnyegeket, falvédőket ki lehet rakni, nekem is ilyenek vannak otthon, és aki be tudja tenni a lakásába, vagy beillik, akkor nyugodtan használhatja. A kötények az azért mert kicsit más kérdés, az azért inkább a népviselet része, de akár a falvédőket, párnákat, talisznyákat, mint használati tárgyként lehet. Szerencsére van egy reneszánsza mindezeknek, hiszen előbb-utóbb mindenki rájön, hogy azért a legmodernebb gépek mellett is van egy olyan eszközünk, a saját két kezünk, amivel fantasztikus dolgokat lehet megcsinálni, és a népi kultúra, a néphagyományok újraélesztése szerencsére jelen van a mindennapi életünkben. Itt Kecskeméten külön szerencse, hogy volt és van egy szórakatinusz. Ha most kiállító művészről beszélünk, akkor nem lehet szó nélkül hagyni, hogy ő például azok közé tartozik, akik nem otthon, nem családi körben ültek először a szövőszék mellé, hanem hol? Kecskeméten a szórakaténuszban. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas misszió és nagyon nagy nyereség. Mert ezáltal, hogy itt látunk takácsszőtteseket, látunk bukovinai szőnyegeket, látunk székely festékeseket, vagy látunk olyan szőnyegeket, amelyek végigkísérték az ember életét, itt éppen ez a fekete gyászkeretes, ezt a temetéseknél használták. Tehát mindennek van valami jelentése. És nagyon fontos, hogy ezeket felelemeljük. Nem akarok túlságosan nagy szavakat használni, de az európai és a magyar kultúrkincsnek a része, a szellemi örökségünk része, a népművészet, a magyar művelődés ötlet nagyon fontos része. Tanítasz is nagyon szívesen és nagyon sok helyen. Van-e érdeklődés a mély fiatalokban az iránt, hogy megtanuljanak szövőszéken dolgozni? Hát nagyon kevés az érdeklődő, tehát amikor meglátják, akkor borzasztóan tetszik mindenkinek, de ott elkészíteni, tehát ahhoz megint csak egy olyan affinitás kell, hogy nekiálljon bármilyen kézművességhez valaki, és hát elég munkaigényes, időigényes, és nem nagyon van úgy tanítvány, akik hosszú távon folytatnák. Van-e olyan a tervekben, amivel még nem próbálkoztál, van-e olyan tájegység, van olyan népcsoport, akinek a szövési hagyományait szívesen felélesztenéd? Hát szívesen felélesztenék sokat. A takács és a vászonszövésből még rengeteg a lehetőség, és picit majd most át fogok térni a takács motívumok feldolgozására. Fontos-e, hogy Kecskeméten van a kiállításod? Én legutóbb Kalocsán láttam egy anyagodat. Jó az, ha az ember a szülővárosában állít ki? Igen, semmihez sem hasonlítható. Vendégem a stúdióban Iczés Tamás, a Jazz Főváros Fesztivál igazgatója. Köszöntelek! Két nap múlva elindul a nulladik napi programmal az idei Jazz Főváros Fesztivál programsorozata. Mit jelent ez a 2+2 nap a hirdetményekben? Hát tulajdonképpen azt, hogy tavaly és tavaly előtt csütörtök délutántól vasárnap hajnalig, pontosabban hétfő hajnalig folyamatosan szólt a zene. Most ezt a 4 napot, ezt vagy 3,5 napot lecsökkentettük 2-re, vagy ha úgy tetszik, másfélre. Tehát péntek, szombat a 2 fő fesztiválnap. Viszont elé raktunk egy 0. napi ingyenes programot, ami mindenkinek ingyenes. Ez egy swing tánc parti lesz csütörtök este 8-tól. Pontosabban este 7-től már swing tánc oktatás van azoknak, akik úgy gondolják, hogy szeretnének belekóstolni. Van-e feszítő igény arra, hogy a kecskemétiek swing táncot akarnak tanulni?
Az eddigi fesztiválokon ezt nagyon szerette a közönség, olyannyira, hogy most már második éve, azt gondolom, talán nem azért, mert mi is benne vagyunk egy picit, de hogy talán a jazz fővárosnak is köszönhetően második éve működik a kecskeméti szvingtáncos közösség, akik heti rendszerességgel tanulnak szvingtáncot, sőt már együtt is felléptünk egy két Simsem erejéig, legutóbb épp a nyári fesztiválon. Illetve hát mindig vannak ugye nem kecskemétiek, és erre a szvingtánc partira amúgy lejönnek már-már félig vagy teljesen profi szvingtáncosok Pestről, tehát lesz, van egy kemény mag, akikhez lehet csatlakozni, de ha valaki csak zenét akar hallgatni és nézni, hogy ezek a laza szvingtáncosok hogy lejtik, azt is lehet. Igen, két évvel ezelőtt nekem leesett az állam, mert nem azt mondom, hogy nem láttam még ilyet, de úgy élőben, abban a töménységben, ahogy ott megjelent a nagy színpad mellett, hát igazán káprázatos volt, és nagyon jó kiegészítő elem. Mondtad, hogy a fesztivál maga két nap. Kik a fellépők? Hány országból, hány művészre lehet számítani? 10 országból 90 zenész lesz, akiknek a nagy része egy létező csapattal jön, de vannak szólisták is, akiket önmagukban hívtunk, és ők mindenféle adhok formációknak lesznek a tagjai, de természetesen a saját csapatukkal érkező zenészek közül is vegyítünk hozzájuk, úgyhogy nem csak fesztivál all-starsok lesznek, hanem természetesen lesz jam session is, ahol már mindenki, aki hangszertulajdonosnak érzi magát. Ez a szokás, és módon éjféltől? Igen, most úgy van a program, hogy 11-ig van nagy színpadi produkció, 11-től éjfélig van egy fesztivál all-stars, és utána pedig aztán az Erezdel hajam, amikor mindenki színpadra léphet. Ilyenkor azért általában a zenészek többsége nem megy haza, hanem él a kínálkozó alkalommal. Tamás, azt ugye rólatok köztudott, hogy a jazznek egy tradicionális műfaját művelitek, feltétlenül a program egészen ilyen, vagy legalábbis hasonló. Milyen műfajokkal találkozhat az, aki kilátogat? Hát igen, ezt tradicionális vagy klasszikus jazznek is lehet hívni. Én mindig azt mondom, hogy az ember azért addig terjeszkedjen szakmailag, ameddig a kompetenciája engedi, úgyhogy nincsen modernebb műfaj a fesztivál kínálatában, viszont a ragtime, a New Orleans jazz, a Dixieland, a hard jazz, a blues, a boogie-woogie, a swing, az mind megtalálható, tehát ami ebbe az első 40-50 egyébként táncolható korszakba belefér, az mind ott van a palettán. Jelenti ez azt, hogy ez éppen ettől tud családi program lenni? Tehát azt azért tudjuk, hogy a jazz az egy réteg műfaj, de ezek a 40-50 évvel ezelőtti muzsikák képesek a jazzben járatlanokat is elvarázsolni? Az a tapasztalatunk, hogy igen, és nem mindegy persze, hogy milyen a közeg. És éppen ezért fontos, hogy ez a Benkó Zoltán Szabadidőközpont pontosabban, hogy nem a domb felüli, hanem a strand felüli része, az erre abszolút alkalmas. Túl azon, hogy zenét lehet hallgatni, lehet táncolni, lehet futni, lehet fürdeni a tóban, akár jókat enni, és egyébként meg állati nagy terület van. Úgyhogy tavaly és tavaly előtt is nagyon sok család kilátogatott, egészen kis csecsemőkkel is, akik aztán ott még a füvön mászkáltak hajnali, ha nem is hajnalig, de 10-ig, 11-ig este. Én csodálkoztam a legjobban, és mindenki nagyon jól érezte magát. És ez pont az a zene, amit bárki meg tud emészteni, nem kell hozzá zenei ismeret. Nyilván, hogyha valaki szakmabeliként közelít, az nem hátrány. Mondod, hogy óriási területetek van, ugye amikor fölmerült, hogy bizonyos más célra is igénybe veszik ott a területet, egy kicsit temettük a jazz fővárost azzal, hogy nem lesz elég tér hozzá. Ezek szerint maradt annyi, amint bőven elvagytok. Hát egyrészt nagyon nagy a terület, még mindig nekünk bőven elég, másrészt meg nyilván mindig ahhoz kell alkalmazkodni, ami van. Ez egy olyan külső kényszerítő vagy nem kényszerítő, de körülmény, amit nekünk figyelembe kell venni, és most összébb is húztuk egyébként direkt a területünket. Úgy van megcsinálva a program, hogy azért a színpadok ne zavarják egymást, de egészen közel helyezkednek el egymáshoz, és ez szerintem ez a kompaktság, ami területi kihasználásban, illetve a műsor szerkesztésben is jelen van, ez jót fog tenni a fesztiválnak. Mondod, hogy a színpadok hány színpad lesz, és ezeken azért időeltolással gondolom működnek, mert ha közel vannak egymáshoz, akkor az másként nem is nagyon lehet. Igen. Nagy színpad, nagy sátor, illetve strandszínpad. A strandszínpad az a nevéhez méltóan a strandon van, tehát tulajdonképpen aki nem jön a fesztiválra, csak éppen lemegy strandolni a szabad strandra, az is tudja élvezni a zenét napközben. Ez akkor most is azt jelenti az idén, hogy a fesztivál belépővel egyben ingyenesen strandolhat is, aki jön? Pontosan. Ez nagy kínálat, gondolom. Igen. A strandbelépővel csak a strandszínpad, idézőjelben csak a strandszínpad kínálata élvezhető, de hát pénteken meg szombaton ott is van zene, tehát. Meglehetősen hektikus nyarunk van. Van-e esőprogramotok? És hol, ha igen?
Esőprogram nincs, eső helyszín van. Ugye a strandszínpad átmegy a tánccsátorba, a nagyszínpad átmegy a nagycsátorba, mert a nagycsátor és a nagyszínpad programja az nem szimultán zajlik, hanem egymást kiegészítve, komplementer módon, tehát semmi gondot és fennakadást nem fog okozni egy kis eső. Mekkora tömegre számítotok? Mi lenne az, ami mondjuk ideális lenne a fesztivál továbbfejlődése, tovább lépése érdekében? Hát a terület adja magát, én azt gondolom, hogy, ott, hogy elnéztem, hogy 2-3 ezeren azért elférnének. Ekkora egyidejű tömegre azért nem számítunk, de az biztos, hogy a fesztivál további lépéséhez az elengedhetetlenül szükséges, hogy minél többen jönjenek ki, minél többen ismerjék meg. Hál' Istennek az a tendencia, hogy aki már kim volt, az mindenképpen vissza akar jönni, aki kim volt egyedül, az hozza a családját, aki kim volt a családjával, hozza az ismerőseit. Remélem, hogy ez a lavina effektus, ez idén is jellemző lesz, és akkor lesz miről beszélni jövőre is azután. Ejtsük még szót a vasárnapi programról, ami ugye egy délelőtti brancs, ha jól gondolom. Igen, ez a többnapos fesztiváloknál sajátosság, nálunk eddig nem volt, de most megadtam én is a programszervezői énemet, és beállok a sorba, hogy ne éjjelig tartson. Nyilván van ennek értelme, hogy a hétfőn persze, akkor még tud dolgozni menni az ember kipihenten. Tehát gyakorlatilag szombat éjjel vagy vasárnap hajnalban vége van a programnak, és akkor még egy levezető délelőtti késői reggeli, korai ebéd mellett lehet hallgatni New Orleans-i zenét. Egyébként ezt a vasárnapi brunchot az Echoes of New Orleans címre hallgató külön erre a fesztiválra létrehozott német, angol és francia zenészekből álló Európa válogatott adja. Tamás, sikereket kívánok a fesztiválhoz, köszönöm, hogy befáradtál. Köszönöm ezen szépen. A 15. Csiperó Fesztivál záró attrakciójaként lépett fel Kecskemét főterén a méltán népszerű Budapest Bár nevű formáció. A régi korok zenéjét mai köntösbe öltöztető zenekar vezetőjével, Farkas Róberttel, Molnár H. Boglárka szerkesztő kollégám beszélgetett. Jaj, neked, de nagy a veszedelem, a szívem rejtekén. Azt hiszem, halálos nagy szerelem az, amit érzek én. Szüntelen verseken jár az eszem, s magamtól én naponta kértem. Szeret vagy nem szeret, s mi erre a felelet, töpengek, amik belefájdul a fejem. Karcsi! Farkas Róbert és a Budapest Bár olyan hangulatot teremtett a Csiperó Fesztivál zárónapján, amellyel méltó módon el tudott mindenki búcsúzni a programsorozattól. Közel 1000 csiperós vonult fel az utolsó napon Kecskemét utcáin azért, hogy elköszönjenek a fesztiváltól és annak résztvevőitől. A népszerű koncertek és a hangulatos romkerti örömzenélések mellett egésznapos programokkal, piknikkel, versenyekkel, játékos vetélkedőkkel szórakoztatták a vendégeket, akik hálájuk jeléül szinte minden este megtöltötték Kecskemét főterét. A résztvevők számos országból érkeztek a híres városba. A záró koncert előtt Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester átvette a gyerekektől a város egy hétre rájuk bízott jelképes óriási kulcsát. A kulcsátadó ceremóniát követően 21 órától a Budapest Bár koncertje töltötte meg a főteret emberekkel. Farkas Robit, a zenekar vezetőjét először a gyermekkori barátairól kérdeztük. Leginkább a hangszeremmel barátkoztam. A hegedűvel kötöttem szorosabb barátságot, de egyébként igen, nagyon sok gyerekkori barátom van, de a zene maradt az, amit azóta se tudtam elfelejteni. Akkor te gyerekkorodban csak zenéltél, vagy hogyan teltek neked ott a kicsi évek? Hát nem, azért csibészkedés is volt, be kell, hogy valljam, de amit időt a hangszerrel töltöttem, az nagyon jó volt, és azért megpróbáltam minél többet, mert nagyon szerettem, vágyam volt már kisgyerekként, hogy minél hamarabb egy zenekarba játszhassak. És azt hiszem, hogy ilyen 7-8 éves lettem, amikor már nagyon szerettem volna 100 tagú cigányzenekarban játszani, tévében megláttam őket, és annyian muzsikálnak, annyi hegedűs, nagyon nagy vágyam volt, és ez arra ösztönzött, hogy sokat gyakoroljak, sokat legyen a hangszer a kezembe, meg szerettem nagyon zenét hallgatni, meg barátokkal is zenét hallgattunk, vittük egymásnak, mondom, küldöztük, de akkor még nem küldöztük, hanem így vittük kézbe a hanganyagokat, és akkor egymásnak mutogattuk, és akkor azokat így megpróbáltuk így lefülelni, mit, hogyan lehet. Úgyhogy így ilyen önfejlesztés is volt benne, meg természetesen az órákon meg tudatos felkészülések.
persze volt néha foci, meg bicikli, de nem voltam szerencsés bringás, hogy mindig neki mentem valaminek, jobb esetben, rosszabb a valakinek, de azért sokkal biztonságosabb, ha én csak hegedülök. Farkas Róbert 5 éves kora óta tudta, hogy zenész akar lenni. Megkérdeztük, hogy mit tanácsol azoknak a fiataloknak, akiknek szintén ez az álmuk. Mit tehetnek a gyerekek vagy éppen a szülők, hogy ezek a tervek az idő múlásával ne kopjanak el? Ha egy gyerek igazán kitartó, akkor ez nem kopik el, és a szüleinek a felelősség az, hogy ami ilyen vágy fölébredt a gyerekekben, azokat megpróbálják kielégíteni, és hogyha zenélni, vagy sportolni, vagy akármihez van kedvük, amíg a gyerek azt szívből, lélekből szeretné csinálni, és csinálja, addig azt nem szabad megakadályozni. A Budapest Bár az utóbbi évek egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei vállalkozásába fogott, amikor 2007-ben Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt alkalmi csapat azóta is sikerrel koncertezik, színházakban, fesztiválokon és rendezvényeken egyaránt. Filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel mívesen hangszerelt cigányzene kíséretében, újrahangolva sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre bukkanva. Rákérdeztünk, hogy ezzel a múlttal és jelennel miképpen fér össze az, hogy gyerekeknek játszanak. Robi elmondta, hogy ez egyáltalán nem okoz gondot, sőt. Koncerteken is látom, és videófelvételeket is kapunk, hogy gyerekek stuxnak öltöznek, vagy kislányok a Szívembe bombát éneklik, vagy a Legyen a horvát kertben, és ezek 4-5-6 éves kisgyerekek, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy a kicsik is nagyon szeretik, és hát ezek jó muzsikák, ezek dallamosak, fülbemászó szöveget is azért könnyen meg lehet jegyezni, úgyhogy ilyen szempontból szerencsénk van. És amíg a gyerekek igen, a Budapest Bár nem pihen a nyáron, folyamatosan úton vannak a fiúk. A nyár az nagyon sűrű, tegnap előtt volt a legnagyobb koncertünk, a nyári legnagyobb koncertünk, a parkban játszottunk Budapesten, de még nagyon sok koncert vár ránk, fesztivál is, szabadtéri koncertek, úgyhogy nagyon sűrű a program, de hát ez a nyár már csak ilyen, ezt nagyon jól tudjuk, úgyhogy igazából ilyenkor koncerten töltődünk, és koncerten is adjuk ki magunkból, amit csak tudunk, úgyhogy ez van egy ilyen kettőség ennek a dolognak, de ha jó a közönség, akkor egyszerűen repül az idő, és észre se vesszük, hogy mennyit vagyunk a színpadon, egyszerűen öröm muzsikálni. A zenészek már nem először járnak itt Kecskeméten, és nagyon szeretik ezt a várost, illetve a vidéket. És a vidék is szereti őket, hiszen a koncertre nem csak kecskemétiek érkeztek, hanem számos településről jöttek a fiatalok, idősek azért, hogy együtt énekeljék például a Szívemben bomba van című számukat. A beszélgetés végén Farkas Róbert üzent a kecskeméti fiataloknak. Ha szeretik a zenét, akkor nagyon sok zenét hallgassanak, de ami attól még jobb, élő koncertre járni. Én azt hiszem, annak az élő koncertnek bármilyen műfaj, most nem csak Budapestbárról van szó, de szeretik a zenét és a muzsikát, azt mind, ha lehetőségük van, azt élőben hallgassák, mert szerintem az adja át legjobban, és az ember is akkor tudja magát a muzsikának a legjobban átadni magát. Bár szinte végig esett az eső a koncert alatt, ez sem ijesztette el a rajongókat. Jóban leszünk, ugye maga meg én. Stux visz ma magába, mindenki szerelmes, Stux maga veszedelmes. Kedves nézőink, ez volt a Múzsa július 31-i adása. Új műsorra legközelebb egy hét múlva, augusztus 7-én várom majd Önöket a szokásos műsorsában, este 8 órától. Viszontlátásra!